A Krivaja a falu központjában is áthalad. A lakosok többsége az elviselhetetlen szagok miatt panaszkodik. Kovácsik Miklós a faluban lévő futballpálya közelében lakik. Elmondta, elviselhetetlen a bűz a környéken. 19 évet éltem a Krivaja partján. Azelőtt is voltak néha kisebb-nagyobb szennyezések, de az elmúlt 4-5 évben nagyon nagy a szennyezés. Hol egészen tejszínű fehér a víz, most épp a napokban egy kicsit letisztul, de esténként és napközben se lehet szellőztetni, mert annyira maró szag érződik a folyó felől. 20 évvel ezelőtt még teljesen tiszta volt a víz. Emlékszik vissza ezekre az időkre Szabó Erzsébet. Akkor az emberek gyerekekkel is pecázni kijártak, kirándultak a folyópartra, tehát ez hangulatos volt. Ez végigfolyik a falun, és ez elejétől végig egy kellemes környezet volt. De ez most már ez teljesen eltűnt. A Kishegyesi Önkormányzat vízelemzést végeztetett, amelyből kiderült, hogy a folyónak az oxigéntartalma nulla, tehát semmilyen élet nem képes fennmaradni. Többször is feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. Kérték, hogy vizsgálják ki bizonyos üzemek felelősségét a szennyezés kapcsán, konkrét választ azonban nem kaptak. Ebben a hónapban, tehát április hónapban is kétszer fordulunk a felügyelőséghez, 20-án és 24-én, tehát leírtuk, hogy mi a helyzet, leírtuk azt, hogy az északi községből, testvérközségből, Topolya községből érkezik ez a valami hozzánk, ami egy sárgás, fehéres, bűzös trutyi, méghozzá olyan trutyi, amiben már a békák se tudnak meglenni, és hát természetesen a melegtől, a bűztől, itt a falu központjában és mindenfelé, ahol a Krivaja folyó végigmegy, nem lehet meglenni. Szügyi István hozzátette, hogy ez a községi szintű probléma akkor szűnne meg, ha a vízszennyező üzemek szűrőberendezést, ülepítőrendszert telepítenének.